Jeruzsálemben vagyunk a 12. században. Muzulmánok, keresztények, zsidók háborúznak. Most éppen fegyverszünet van. Na persze ez ma is így van. És persze megszokhattuk már Lessingnél is, hogy ez csak felszín. Költői ötlet, játék, nem ez az igazán fontos. Talán éppen az, hogy a gazdag kereskedő csak mosolyog azon, mikor kiderül, lánya nem is édes gyermekes, még csak nem is zsidó, hanem keresztény. Mert valahol jól esik hallani, Nátánnak elég, ha valaki ember. Az 1779-ben megjelent, azóta gyakran játszott művet, 1986-ban, szintén októberben, Ruszt József állított a színpadra Zalaegerszegen. A Bölcs Nátánt, amely Lessing utolsó műve. Nálunk viszont ezzel az előadással indul a hevesi jubilómi évada. Mert hogy a 30. évad nagy színpadi bemutatói mind visszautalások is egyben, a három évtized legfontosabb momentumaira. És ma este mi is ezzel kezdünk. A rendezővel, Csiszár Imrével és a címszereplő Farkas Ignáccal, itt, a Kulturrendezvous stúdiójában. Akiknek szép estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Jó. No, hát kérdezhetném azt is, hogy hogy áll az előadás, de ezt majd egy kicsit később kérdezem meg. Azt hiszem, hogy legalábbis nekünk Zalaegerszegen egy egészen fontos évadunk lesz. Persze az Önök évada ez, de hát ezt mi is magunkénak érezzük, mint színházbarátok. Amelynek ez a hivatalos és valamilyen szinten emblematikus bemutató előadása is. Azon kívül, hogy statisztikailag ez így van, bocsánat, hogy ilyen durván fogalmazok, maga az előadás létrehozásában mennyire kapott ez szerepet, és mennyire érezhető az, hogy valóban ez egy fontos eseménynek az emblematikus megvalósulása? Hát a színház, mivel ez egy élő művészet, azért nem szabad, hogy ő ünnepségekre készüljön. Ünnepségekre készül a város színház szerető közönsége, ünnepségekre készülhet a hivatal, a sajtó, sok mindenki. A színháznak, a színészeknek nem az ünnepségre kell készülni, hanem úgy kell létrehozni egy előadást, hogy az életük szerves része legyen. Tehát ne ünnepség. Minden bemutató ünnepség, persze ezt a szólamot el lehet mondani, de itt másról van szó. Egy előadásnak a létrehozása az egy nagyon kemény munka. És ezt a nagyon kemény munkát azért kell végrehajtanunk, hogy valamit ennek a nagyon furcsa, nagyon érdekes darabnak a velejéből ki tudjunk hámozni. Annak idején, amikor Ruszt csinálta ezt a darabot, ő egy nagyon erősen történelem centrikus darabot csinált. Talán, ha van valakinek látta ezt az előadást, van róla emlékképe, emlékszik a díszes jelmezekre, egy nagyon-nagyon szenvedélyes előadásra, gyönyörű zenékre, tehát sok mindenre lehet emlékezni belőle. A mi előadásunk elsősorban, azt mondom, hogy egy puritánabb, mindenféleképpen egy puritánabb előadás, de mindenféleképpen a gondolatiságát szeretné ennek a nagyon izgalmas darabnak kihámozni, talán a felvezetőben is elhangzott. Sokféle vallás, sokféle hit, sokféle meggyőződés él egymás mellett, de mégis a legfontosabb, ami valamiféle összhangzatot, valamiféle egymásra találást létrehozhat a sokféle különbség között, az az embernek a megtalálása, a közösnek a megtalálása, ami minden vallásban ott van, a tiszta emberi. A tiszta emberi nem valami elvont dolog, akkor Brecht megírja a Szecsuáni Jólélek című darabját, valami hasonlóba gondolkozik. Tessék megtalálni az embert, az emberit, aki szeret, aki tesz, segít a másik emberen. Ezt megtalálni egy ilyen kritikus helyen, mint ez a Közel-Kelet a 12. században, ahol keresztény, zsidó, Kalmár és Mohamedán szultán él együtt, hát bizony nagyon nehéz. Tehát egy ilyen nehéz körülmények között, de mégis megtalált emberségről szól ez a mű. Hát lehet, hogy rossz a következtetésem, de azért általában a művészeteknek, és ugye a színház művészetnek legtöbb darabjának ugyanez a célja, hogy az embert megmutatni, mert hát, hogy minden mögött a díszlet, a szerepek, a karakterek mögött egy ember van. Ez a Bölcs Nátán szerepéből is így tűnik? Hát mindenképpen. Természetesen. Ráadásul jól fogalmaztál, pedig valószínűleg csak a felvezetőben egy pillanatra láthattad, hogy itt valóban a díszlet mögött is elég sok ember van. A lényeg az, hogy amit az Imre megfogalmazott, nagyon-nagyon átfogóan fogalmazott, szóval nagyon nehéz hozzátenni bármit is,
Úgyhogy ez a darab egészen biztos, hogy különleges. Egyébként egyáltalán nem egy gyakran játszott darab. Talán azért nyúlnak félve hozzá, vagy nem annyira sláger darab, hogy ilyen csúnya kifejezést használjak, mert nem könnyű megfejteni. De hát az ember sem egy könnyen megfejthető dolog. Az emberség, mint olyan, sem egy könnyen megfejthető dolog. Én számomra van egy egészen különleges érdekessége még ennek. Eltelt közel 1000 év. És sajnos, mondhatom azt, semmi sem változott az 1000 év alatt. Úgyhogy ami most jelenleg ott történik, napjainkban, ezekben a percekben is, ugyanezek történtek 1000 évvel ezelőtt is, és ugyanazok a tragédiák játszódnak le, mint 1000 évvel ezelőtt. Ennyiben tökéletesen a mához szól ez a darab. Ignác úgy fogalmazott, hogy azért nem olyan könnyű megfejteni mindezt, de ez a darab azért mégis sok alkalmat ad arra, hogy és akkor A, B és C, vagy más verzió lesz majd a válasz, hogy konkrétan megmutatja az utat, vagy mutat egy utat, ahol nekünk egy kicsit járkálnunk kell és körülnézni, hogy mit látunk. Mármint a nézőnek. Így van. Én a színház barát szemszögéből tudom csak nézni. Tehát valójában konkrét megoldást ad-e, vagy csak azt a fajta instrukciót, hogy az embert rávezessen bizonyos dolgokra? Ugye ez a darab, ez a felvilágosodás idején járt, vagy íródik. De ez nem véletlen. Tehát amikor a Kant azt mondja a felvilágosodásról, hogy az olyan, hogy az ember a saját maga okozta kiskorúságából ki akar lépni, az a felvilágosodás. Fölismeri, hogy gyenge volt eddig, és valami magasabb szinten akar élni, és felfedezi az észt, a logikát. Az, amit előbb elmondott az Ignác, az azért sajnos nagyon igaz, hogy még ugyanebben a cipőben járunk, hogy ez a felvilágosodás még úgy látszik nem terjedt el. Tehát még mindig nem jutottunk el idáig, tehát hogy a tiszta ész logikája... Tehát mindig megint egy olyan szintre, még amikor... mindig nem értünk még. El. Még mindig, és ez egy borzasztó dolog. Tehát ha én azt, a kérdésedre válaszolva, tehát hogy milyen utat mutat, milyen hatásfokon működik ez a darab, hova is, akkor azt mondom, hogy ez a darab tulajdonképpen olyan, mint egy Shakespeare darab. Shakespeare az soha nem azt akarja, hogy úgy menjenek ki az emberek, hogy most hú, de megokosodtam. A Shakespeare az hatást akar elérni, ez a darab is hatást akar elérni. Azt akarja, hogy ha kimész a színházból, akkor egy olyan élménnyel menj ki, amit tovább tudsz gondolni, ami érlelődik benned, tovább él benned. Ez a cél. Ha hatást tudtunk okozni a színházba, akkor te nem tudsz szabadulni jó esetben azoktól a gondolatoktól, amelyeket kell te tele lettél ott a színházban. A Shakespeare-ek ugyanilyenek. Lessing végtelenül tisztelte Shakespeare-t. Az előtte levő korszakok, a klasszikusok kidobták a szemét dombra Shakespeare-t, mert azt mondták, hogy ez egy rendetlen zagyvaság. Lessing azt mondta, ő mondta ki először, aztán utána sokan, hogy a Shakespeare olyan rendetlen, mint maga az élet. És ő is ilyen színdarabot ír. Ez is egy zaklatott, szenvedélyekkel teli, nagy emóciókkal teli, tehát nagyon sok nyomot tud hagyni, úgy érzem, az előadás jó esetben, ha ezt nekünk mind sikerül megvalósítani, akkor nagyon sok nyomot tud hagyni a nézőbe. Ez a célunk vele. Idáig szeretnénk eljutni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, most viszont egy néhány perc erejéig belenézünk a próbába, természetesen felvételről, és aztán reméljük, hogy továbbra is velünk tartanak itt a Kultúra Rendezvóban, hiszen beszélgetünk még mindig Lessing a Bölcs Nátán című darabjáról. Istennek hála! De miért végre? Hát szándékomban volt hamarabb jönni, s jöhettem volna. Babilon Jeruzsálemtől jó 200 méter mi út. Csadóságot beszedni nem szapol a munka. Nem lehet csak könnyen lerázni. Milyen csapás érhette volna házát? Tűz pusztított a halott.
Kis hia volt csak, hogy porin nem égett. Akkor új házat építettünk volna, kényelmesebb. De egy hajszálom múlt, hogy reha is ott nem veszett. Azért reha? Akkor pedig nem kellett volna többi ház nekem. Egy hajszálom múlt? Ó, jaj. Ha nem hívhatnám többé gyermekemnek. De hol van most? Tudja, hogy megjöttem? Azt a jó ég tudja csak! Idegeim még át meg átremeg a rettenet! Ma reggel, mint egy halott, sokkal feküdt le, hogy szemmel, majd felriadt és így kiáltott. Apám, tevé jönnek, szavát is hallom már! Szemekkor megint megjött, és feje visszahult a párnájára. Én meg rohanok a kapuhoz, s hát jel, jel csak ugyan! A lelke eszerint egész idő alatt az apjánál volt. És hol van? És ki az? Ki mentette meg az én Leába? Egy ifjú templomos lovag, akit fogolyként hoztak nemrég, s akinek Szaladin megkegyelmezett. Hogyan? Egy templomos, akit életben hagyott a szultán, hisz ez csoda. És ez még mindig a Kultúra Rendezvú, az a Legacy Televízió művészeti magazinja. Csiszár Imrével és Farkas Ignáccal beszélgetünk. Egy kicsit térünk vissza a történetről, a mi személyes történelmünkre. Ugye a 30. jubilomi évad, igazi hivatalos jubilomi évad nyitó előadása ez. 1986-ban Ignác épp nem volt Zalaegerszegen, mert ugye volt egy néhány év. Igen, amíg Nyíregyházán volt. Igen. Amúgy egyébként látta ezt az előadást? Láttam televíziós felvételről. Az mennyiben számít, és ezt egyébként az imént a rendezőtől is szándékoztam kérdezni, hogy ilyenkor mennyire kell alapul venni, mert hogy nyilván a 30. jubilomi évadban minden előadás valamilyen szinten egy visszautalás az elmúlt 3 évtized valamely fontos pontjára. Itt nyilván Rusz József előadása például Avar Istvánnal nyilván egy etalonként számítható, de ez mennyire fontos a most 2012-es színpadra állításban? Bocsáss meg, én szerintem csak annyiban, amennyit most elmondtunk. Csak annyiban. Ez egy tiszteletadás az elmúlt 26 év, ugye annyi telt el a Jóska emléke előtt, és az azóta sajnos már elhunyt akkori szereplők előtt, gondolok itt Máriás Józsefre, Barta Máriára. Ez csak egy tisztelet. Nem lehet egy 26 évvel ezelőtti előadásnak a replikációja, ez természetes, de ez eszünkbe se jutott. Eszünkbe se jutott, én szerintem. Tehát az Imrének egy egészen másfajta ajtót nyitott e felé a darabnak a megfejtése felé. Tehát egy más ajtón közelített hozzá, mint a Jóska. Tehát az az igazság, hogy én láttam azt az előadást, de mondom televíziós felvételről, de a próbák közben egyetlen egyszer sem jutott eszembe, hogy valamiféle közös pontot kerestem volna azzal az előadással. Szóval visszatérve, ami az elején én mondtam, tehát ünnepségeket nem kell a színháznak. Tehát 30 éves évforduló ide vagy oda, ez egy nagyon tisztes dolog, de nem a színháznak a dolga ezt igazából megünnepelni. Nem nekünk kell ezzel az előadással reflektálni egy 30 évvel ezelőtti előadásra. Mi nekünk egész más a véleményünk, gondolkozásunk. Más korban fog zajlani nyilvánvalóan, hiszen ma van ez az előadás. Tehát múzeumot semmiképpen nem szabad a színházból csinálni. A színház egy élő dolog. Nekünk a magunk megfejtését, mai látomását kell elmondani erről a darabról, és akkor vagyunk a leghűbbek szerintem ahhoz a 30 évvel ezelőtti előadáshoz, ha miénk teljesen más. Ez egy furcsa dolog, de így van. Ez a színház lényeg. És a színház sok sőt, nem is sok tekintetben, normális esetben teljesen megegyezik az élettel, viszont azt ugye néhány héttel lehet, hogy nem gondolták még, hogy például Ignác lesz Nátán, hiszen hogyha néhány héttel ezelőtt beszélgettünk volna erről a darabról, akkor még Tordi Géza nemzet színésze nyilatkozott volna erről. Azért szeretném, hogyha néhány mondatban ezt elmondanák, hogy pontosan mi is történt. Persze Ignácnak mi nagyon örülünk, hiszen már többször bizonyított, hogy érdemes bemenni
menni abba a színházba, ahol ő színpadon van. Köszönöm. Nem, semmiféle titok nem lappang a dolog mögött. Arról volt szó, 3 hétig, vagy talán még több is, mint 3 hétig Tordi Géza próbálta a Bölcs Nátánnak a szerepét. És hát ő, tudjuk, hát ő már egy idős ember, tehát vannak egészségügyi határai az ő teljesítő képességeinek, és ez sajnos úgy éreztük, hogy ezt a végsőkig kimerítettük, tehát jobbnak láttuk ezt a dolgot nem tovább feszíteni, mert nem lett volna, úgy éreztük, szerencsés. Nagyon, nagyon örültünk az ő itt létének, nagyon örültünk az ő munkájának, biztos egy revelatív alakítás lett volna az övé, ha ezt ő végig tudja csinálni. Ez nem történt meg, de viszont úgy érzem, hogy ugye tudnunk kell azt, hogy Ignác eredetileg is benne volt a darabban, egy másik szerepbe, a szultán szerepébe. Tehát ő részt vett végül is a próba folyamatban mindenről, ami a próba közben előállt, ötlet, probléma, elképzelés, felvezetés, stb. Ezzel ő mind tisztában volt. Tehát úgy tudott beszállni a munkába, hogy nem idegenként jött a produkcióba, hanem azt mondhatnám, hogy hazai pályáról kaptunk egy új Nátánt a Géza után, akinek, mondom még egyszer, biztos egy nagyszerű alakítása lett volna, egy egészen különlegesen jó alakítás készült ott is. Sajnos nem tudtuk végigcsinálni a dolgot, de ezt el tudom mondani már most a nézőknek, hogy veszíteni nem fognak, mert a Ignácnak az alakítása, én úgy érzem, hogy egy mindenféleképpen ezt a darabot megemelő alakítás lesz. Szabad kétkednem egy picit? Hogy? Tehát, hogy azért az Ignácot nem hallottuk még arról, hogy szóval valóban ennyire egyszerű, akár egy másik szerepből, rendben, hogy ott van a próba folyamaton, lehet, hogy meg is ülnek a memóriában mondjuk a Nátán szavai, de azért valóban ennyire egyszerű mondjuk rövidebb idő alatt egy másik szerepet átvenni. Bár ebben már van gyakorlata, hiszen legutóbb is például Budapesten egy előadásba kellett beugrani. Igen, de hát az egy más helyzet volt, mert ott egy általam játszott darabba kellett egy másik szereplőgárdával ugyanazt eljátszanom, tehát a Portugálban a Kocsmáros szerepét. Nem könnyű, hihetetlenül rövid válaszom, csak annyi lenne, hogy nem könnyű. Nem könnyű, de hiszen ugye, ahogy az Imre említette, én egy másik szerepet már megtanultam, én arra álltam rá, azon a sinem voltam. Jött egy váltó, és át kellett állnom egy másik színpárra, nem könnyű, eléggé rövid az idő rá, de úgy érzem, hogy sikerülni fog. Ezt majd megnézzük feltétlenül, hát mindenképpen. A végén csak annyi, ez persze megint egy ilyen lufi kérdés, ami hamar kipukkan, hogy vajon fogalmazhatnék úgy hétköznapján, hogy milyen színű kabátban érkezzen a néző, szóval kinek pontosan, kinek való ez, és milyen lelkülettel érkezzen, hogyha ezt meg lehet fogalmazni? Hát egy biztos, bocsáss meg Imre, nyitottan kell, hogy érkezzen. És megmondom őszintén, hogy már az Imre már többször is említette, hogy nem olyan fokú ünneplés ez a dolog. A kabátjuk színe az teljesen mindegy, a lelkük legyen tiszta és befogadókész, akkor mi már örülünk. Én hozzátenném még azt, hogy minden olyan embernek az érdeklődésére úgy érzem, hogy ez számot tart ez a darab, akik például érdeklődnek a mai világ politikája iránt, akik például gyakran néznek, hát szinte elkerülhetetlen politikai műsorokat a különböző televíziós csatornákon. Egy furcsa egybeesést fognak tapasztalni a jelen politika világa és egy ilyen, hát szinte már archaikus színdarab között. És várjuk azokat is, akiknek valami furcsa, akik szeretnek, érdeklődnek a líra iránt. Mert ennek a darabnak van egy csodálatos lírája, egy csodálatos felfedezés sorozaton megy át ez a darab, amíg eljutunk a bosszúállótól a szeretni tudóig, amíg eljutunk a megkövesült acsarkodótól egy oldott baráti szeretőig. Tehát itt ez egy végtelenül nagy skála, egy érzelmi skála, amit befut ez a darab. Tehát én úgy érzem, hogy azok, akik a nagyon erősen a politika iránt és nagyon erősen a líra iránt érdeklődnek, meg fogják találni maguk számára az élményt.